Sziasztok! Ebben a videóban egy steril növény előkészítését szeretném nektek megmutatni. Biztos sokaknak ismerős, de azért lehetséges, hogy lesz pár új info is. Elsőnek ezt a növényt én már tegnap kibontottam, más célból kellett nekem, az most mindegy, hogy mi. Tehát már elkezdtem előkészíteni, viszont az megállt, ez a dolog. Tehát nekem csak szükségem van illusztráció véget erre a növényre, és viszont ez pont jókor, jó jött, mert tudok szemléltetni egy-két dolgot a steril növényekkel kapcsolatban. Tehát elsőnek szituáció, megérkezik postán, megérkezik boltból, akárhonnan a növény, így jön, tehát így kapjuk így tégelybe. Ezt a tégelyt elsőnek soha ne bontsuk ki. A boltban se bontsuk ki, amikor meg akarjuk vásárolni, most levesszük a tégelyt és megnézzük. Ezek steril növények, laboratóriumi növények, a táptalaj, ami alattuk van, tehát a termesztő közeg lényegében ez a gél vagy folyadék, az tele van olyan anyagokkal, cukrokkal, gyökeresedést elősegítő hormonokkal, és lényegében úgyse fogják az őrünkre kötni, mivel ami kiszolgálja a növényt addig, amíg eléri a végleges formáját, méretét, ami rendszerint sokkal kisebb, mint egy normál cserepes növény esetében. Tehát így megkapjuk. Első, ne bontsuk ki a növényt. Második, hideg van, hidegen kaptuk a növényt. Ne kezdjük el az előkészítést, amíg hideg a növény, tegyük föl téli időjárás. Ugye most lassan télen készül ez a videó, így megérkezett a postán a növény, szét van fagyva, hidege van, semmi gondja nincs attól, tehát még 5 fokra is leülhet, nem probléma, viszont hogyha betesszük egy melegebb közegbe, tehát rögtön kiültetjük, és mondjuk a víz, amiben akarjuk előkészíteni, meleg, áttesszük, egyből sok éri a növényt, ez kiadhat, tehát sokaknál ez a hiba, hogy éri a növényt egy 15 fokos hirtelen hőemelkedés, és ez probléma, tehát ez visszamarad a növény. Hogyan kezdjük, több megoldás létezik, kitehetjük így csak az akvárium mellé, tételezzük fel, a szobában, a helységben hideg van, csak az akváriumot fűtjük, fedett akvárium, bármi, akkor elővehetünk egy zacskót, és úgy, ahogy a halaknál megszokott, annyi, hogy kicsit nagyobb légtömeget hagyunk benne, így szépen eligazítjuk, nem boruljon fel a növény, bár a tégelyek általában masszívak, elkötjük, hagyunk benne jócskán levegőt, és bedobjuk az akvárium tetejére vízbe, természetesen masszív, tehát ne boruljon ki a növény a vízbe, tehát jó minőségű zacskót használjunk. Pár óra eltelik, 1-2 óra eltelik, vagy az akvárium mellett felmelegszik a növény, kezdhetjük az előkészítést. Az előkészítésnél már, hogyha körülbelül azonos a növénynek, tehát az egésznek így tégelyestől a hőfoka, és az akvárium víz hőfoka, akkor lehetőség szerint ne a csapról engedjünk ki vizet, hanem az akváriumból szedjünk ki már megfelelő hőfokú vizet. Ez azért van, mert például most hideg vizet engedünk, akkor az lehet a télen akár 15 fokos víz is folyhat a csapokból, nem jó megint csak akkor, hogy 25 fokról lesokkolni a növényt 15 fokra, ha meg meleget töltünk hozzá, akkor lehet, hogy 30 fokos lesz, nehéz eltalálni a hőfokot, legegyszerűbb az akváriumból szedünk ki vizet, többet, mint ez. Most az illusztráció véget, ez a növény nem lesz beültetve nálam, van belőle bőven, tehát az illusztráció véget, mondjuk azt, hogy most ide tettem 2 deciliter vizet, és ebbe kezdjük el a gondozást, amit én már tegnap elkezdtem, tehát ez csak egy illusztráció lesz. Tehát ilyenkor kibontjuk a növényt, én ezt már tegnap azért megtettem, ezért kevés gél, zseli lesz rajta, elkezdjük kiemelni a növényt. Itt látunk, maradt azért gél dalab, ezt ide beleszórom. Most én nem akváriumvizet használok, hanem tiszta róvizet,
ez is csak az illusztráció vége, otthon akváriumvizet használjunk, ugye azért, mert az 25-24 kinél hány fokos, tehát hasonló, mint ami az akvárium, ami a helységben van, vagy dobjuk be zacskóba, és akkor úgy kicsit hagyjuk aklimatizálódni a növényt. Tehát találkozunk gél darabokkal, ezt szépen kezdjük el mozgatni a növényt, finoman alulról a gyökerét nyomkodjuk, és le kell forgatni ezt a gélt róla. Az első vízben valószínűleg sok gél lesz, sok folyadék, van már folyadékos anyag is, és a növény gyökeréről ezeket mossuk le, rázzuk le alaposan, szépen húzgáljuk le, fejtsük szét, nézzük, tehát akkor jó, hogyha nem marad egy csepp gél sem rajta. Hogyha megvan, akkor elkezdhetjük több darabra szedni a növényt, tehát itt is van gél a gyökérzeten, és azt is áztassuk le, mossuk le, több vízben. Tehát ezt a vizet most ki kell önteni, én nem öntöm ki, sőt, beleoldom ezt a gélt egy kicsit. Majd látjátok, hogy miért. Na most ebbe én egy TDS 10 ppm, tehát olyan LC20 vizet töltöttem, tehát egy minimális oldott anyag tartalmú vizet töltöttem, tehát 2 deciliter vízbe. Elvileg ez a gél már kiszolgálta úgymond a növényt, már szépen felnőtt, tehát kezdett kiürülni a gél, és kevesebb is volt benne, de láthatjuk, hogy szép egészséges hajtások vannak. Viszont hát én most lemostam a java részét, tehát ebbe a vízbe összességében 2 deciliterről van szó. Szerintem rendesen meg fogja küldeni a TDS értéket, tehát eredményez egy rakás oldott anyagot. Plusz annyit láthatunk, hogy én tegnap mostam bele, ez egy átlátszó hófehér gél. Ha frissen mossuk bele, akkor ez a víz átlátszó, de itt láthatjuk, hogy már kezd barnulni. Szaga is van, én ezt innen mondom, úgyhogy tehát elkezd romlani. Ez történik a növénnyel is, amikor kibontjuk, hogy nagyon gyorsan elkezd bomlani, barnulni ez az átlátszó, áttetsző anyag, ez a gél, és ez az akvárium vizébe beletol olyan anyagokat, ami algásodást eredményezhet, vagy közvetlen, ahova leültetjük a növényt, közvetlenül a talaj környezete algásodhat, vagy alulról algásodhat a növény. Tehát jellemzően alga problémánk lehet a gyökérzóna körül, hogyha nem mossuk le ezt a gélt, ami tehát nem akváriumba való, ez csak a termesztés miatt szükséges. Tehát lemossuk, több vizet cseréljünk, többször minden tövet nézzünk át, nem találkozunk géllel, tehát alaposan mossuk le, ez kuka ez a víz, másik vízbe szintén az akváriumból vehetünk ki, tehát hogy megfelelő hőfokú vízbe végezzük a műveletet, áztassuk le a gélt, és utána, hogyha ez tiszta, akkor elkezdhetjük szépen több darabra szedni a növényt, hagyjunk megfelelő gyökérzetet. Zselés növényt, tehát ilyen steril növényt, azt sok esetben érdemesebb venni, mint simát, a magas tőszám véget. Tehát ezt is most elkezdem szétfejteni, ez cserepesbe, töredékét kaphatjuk ennek a tőszámnak. Tehát itt elkezdem szétfejteni, ez egy szaggitária szubbuláta növényke, és elkezdem szétfejteni szépen. Menet közben, ha találkozunk géllel, akkor még arra a részre gyógyítsunk rá, tehát mossuk le. Egyébként kicsit langyosabb vízben, tehát ilyen 24-25 fokos vízben elég jó oldódnak ezek a gélek, és akkor itt szépen szétfejtjük a növényt, hogyha tehát ilyen, ez egy indával szaporodó növényke, és akkor láthatjuk lassan itt azért körvonalazódik, hogy néha a steril jobb választás, de a kezelés miatt sokszor visszább maradnak, mert nem megfelelően távolítottuk el a gélt, vagy egyszerűen
nem megfelelő, főleg télen a növény kezelése. Kisebb növényekre kell számolni, mint amit a cserébe veszünk, de helyette a tőszám az minket pótol. Tehát nem tudom, hány cserepesben van ennyi tő, és még ezt lehetne ragozni, tehát itt is le lehet szedni. Tehát ezt én úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy egy igen magas tőszám fogad minket. Úgyhogy ha találkozunk egy-két barnulással, vagy sárgás levéllel, ez csak arra utal, hogy a termesztő közeget, tehát magát a gélt, amit beletettek, tehát öregszik a tő, ezeket a növényeket ilyen kezdeményekből, tehát pici részekből készítik, tehát azt teszik a gélbe, onnan szaporodik el. Tehát ennek van egy elég bonyolult lemenete, utána lehet nézni a neten, laboratóriumban készítik őket el, nyugodtan meg lehet venni, a sárgul egy kicsit a levél valamelyik, akkor annyit jelent, hogy ez a növény elérte a végleges méretét, amit megtervezett a gyártó, és felhasználta a tápanyagokat, de attól ez egy tökéletesen egészséges és gyorsan meginduló növények lehetnek. Fontos az előkészítés, távolítjuk el ezt a hormonokkal, cukrokkal, dúsított táptalajt, mert ott problémát okozhat nekünk a növény gyökerének a környezetében, és akkor ez ennyi. Tehát egy ilyen, tehát a steril növényeknek egyik pozitívuma, hogy sok esetben, tehát természetesen nem minden esetben, de igen magas tőszámmal találkozhatunk, mondjuk egy ilyen cserepes kiadásban, nem tudom pontosan, mert nagyon-nagyon régen vásároltam ilyen kaliberű növényben cserepest, úgy ennyire számíthatunk, és akkor ez így a többlet durván. Annyi a cserepesben nyilván nagyobbak a növények, de ez ennyivel lehet több, de csak tipp. Nincs most előttem, hogy mekkora egy cserepes, közegyapotos szagitária szóból állt a növényke. Tehát magas tőszám, mossuk le a gélt, és mehet az akváriumba. És figyeljünk rá, figyeljünk a hőfokra, a kezelésnél, minden növényre igaz, ez a cserepesre is, illetve a steril növényekre is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!